Szeretettel köszöntelek, Szentes Róbert vagyok. A hamarosan hallható hipnotikus meditáció az érzelmi gyógyulásodat hivatott elősegíteni és támogatni. Kedves hölgyek, nektek szól. Nektek és női felmenőiteknek, a kollektívnak, hogy újra teljessé válhassatok női mi voltotokban, mely a hosszú évezredek és évmilliók során a számtalan nehéz tapasztalás után megsérült. A fájdalmas életesemények sokszor önmagatok női mi voltának leértékelésével, érdemtelenség érzéssel, mi több bűntudattal és szégyenérzettel járt együtt, ami miatt ezektől az én részeitektől, az elméteken belül, teljesen érthető módon, önvédelemből elfordultatok. A lehasított részeink szeparációi azonban hosszú távon kompenzációs működésekhez, betegségekhez, a teremtő erő és az élet bármely területén tapasztalható elakadásaihoz vezet. Könnyen lehet, hogy ezeket már te magad is tapasztalod, és segítő szándékkal vezette az univerzum hozzád ezt a felvételt. Ez a hangfelvétel segít neked feloldani benned a lehasított én részeid szeretetteljes elfogadásával szembeni tudattalan ellenállásokat, lehetővé teszi számodra, hogy kibékülj velük, és szeretettel magadhoz öleld őket, ezáltal közelebb kerülve a teljesség megéléséhez. A béke, a női teljesség, az elfogadás és a megbocsátás érzése lesz rajtad. Úgy fogod érezni, hogy visszatértek hozzád ősidők óta elvesztett fontos részeid. A testedben a gyógyulás és az egészség állapota veszi kezdetét. A nőiességedhez kapcsolódó érzéseidben megszületik benned a béke, a szeretet és a hála, magabiztosabbá és egyúttal nyugodtabbá válsz majd. Újra megnyitod vele a kaput a női teremtő erőd szabad áramlása előtt. Kreatívabbá és önbizalommal telivé válsz. Biztonságban fogod érezni magad, és a teremtővel való kapcsolatodban is megélheted a közelséget és az egyensúlyt. A felvétel hallgatása közben megkönnyebbülést és szeretetet fogsz tapasztalni, így lehetővé válik a bőség új szintjének befogadása az isteni teremtőtől. Ez a hipnózis felvétel több hangsávból áll. A fül számára is hallható üzenetek az ego ellenállását szüntetik meg, ezáltal a tudattalan elme képes követni a számára címzett parancsokat, amelyek felszínre hozzák isteni képességeidet. Arra kérem az univerzumot, hogy a hangfelvétel hallgatása után is maradjatok együttműködő kapcsolatban. A felvétel során a tudattalan elmédet úgy programozom, hogy adja fel az ellenállást és működjön együtt veled. Arra kérem Istent, hogy a hipnózis meghallgatása után is folytassa szeretetteljes vezetésed és védelmezésed. A háttérben futó hangsáv az általam létrehozott kvantumkódokat tartalmazza, melyek az emberi fül számára nem hallhatóak. A tudatalattid azonban integrálja ezeket a tudatküszöb alatti szubliminális üzeneteket. A felvétel ezen részében összekapcsolódom az isteni teremtővel, a világegyetem erőivel, és eltörlöm azokat az idővonalakat, például a szeretetlenséget, a szeretet visszautasítását, az érdemtelenséget, az önbecsülési problémákat, amelyek többé már nem szolgálják sem a te, sem pedig az emberiség javát. Ezt a sávot úgy programoztam, hogy képes legyél elfogadni Isten feltétel nélküli szeretetét és oltalmát, az isteni tervet, gyógyulást, és végleg el tud engedni a szeretettel szembeni ellenállásodat. Kérlek, oszd meg ezt a hangfelvételt minél több emberrel, mivel határozott szándékomban áll, hogy beindítsa a gyógyulási folyamatot bárkinél,
aki csak hallgatja. Ahhoz, hogy a felvétel a lehető legeredményesebb legyen, kérlek használj fejhallgatót, és helyezkedjél kényelmesen egy csendes helyen, ülő vagy fekvő testhelyzetben. Csukd be a szemed, és kezdhetjük. Kérlek, helyezkedjél kényelmesen, és vegyél néhány mély levegőt. Ahogy szívod be a tüdődbe a friss, éltető levegőt, majd fújod ki egymás után, be, ki. Úgy kerülsz egyre mélyebb és mélyebb tudatállapotba. Ebben a jóleső, kellemes, megnyugtató érzésben most észreveszed, hogy megjelenik a fejed búbján egy apró ponton egy picike bizsergés. Kérlek, vidd oda a figyelmedet. Tisztán érzékeled, hogy ez a bizsergés most milliméterről milliméterre növekedni kezd. Most már egy érme nagyságú. Ahogy a fókuszodat ráhelyezted, most már azt is érzed, hogy ez egy finom, meleg energiasugár, ami az ég irányából érte el a fejtetődet. A teremtő kristálytiszta fehér fénye, ami abból a célból érkezett most hozzád, hogy segítsen neked egész testedben ellazulni. Ez az energiasugár most egyre gyorsabb tempóban kezd terjedni a fejed tetején. És mindenhova, ahová elér, ott ellazítja a bőrödet, megnyugtatja a bőrödben végződő idegeket, az alatta lévő szerveket és szervrendszereket. Olyan érzés ez, mint amikor egy téli estén, miután átfagytál a szabad levegőn, belépsz a forró zuhany alá, és a fejed tetejére engeded a meleg vizet. Az egész tested ellazul, elengedi a feszültséget, és lemossa rólad a nap fárasztó, nehéz gondjait. Halad lefelé az energiasugár az arcodon. Most már ellazította az arcod izmaid. Érzed, ahogy kisimultak a vonásaid. Eltűntek az apró ráncaid. Ellazul a szemhéjad, a homlokod,
a füled, majd az állad. A fogak és az állkapcsok szorítása kienged, ellazul a nyelved. Halad tovább az energiasugár, most már ellazította a nyakadizmait, a válladat, végigfut a karjaidon, ellazítja a könyököd, az alkarod, a kézfejed és a kezed ujjait is, egészen az új végekig. Ezzel együtt halad lefelé a törzseden, és most kérlek, figyeld meg a légzésedet, milyen könnyű, természetes, automatikusan működik magától, nem kell erőltetned semmit. Figyeld meg a szívverésedet, milyen egészséges ütemben dobog, és ahogy verése lelassul, az egészséges mértékig. Könnyedén keringteti a vért az egész testedben. Minden szervedhez békésen eljutatva azt a mennyiséget, amire szüksége van az egészséges működéshez. Figyeld meg, ahogy a pulzusod lelassul, és te végtelenül békés, egészséges állapotban érzed magad. Halad lefelé az energiasugár a hasadon, megnyugtatja a belső szerveidet. Az emésztésed most lecsillapodik, a hasfalad ellazul. Ellazul a csípőd, a lábaid, a lábszárad, a térded, a bokád, és most a lábfejed is. Az egész testedet átjárja ez a meleg, szeretettel, elfogadással és egészséggel teli energiasugár. Te olyan könnyűnek és szabadnak érzed magad, mintha csak egy tökéletes hőmérsékletű kád vízben lebegnél, vagy a mennyország paplanján pihennél, békésen a teremtő óvó ölelésében. A tudattalan elméd mindennek, minden egyes dolognak tudatában van, ami éppen most történik veled, és pontosan tud mindenről,
ami valaha történt veled, és nagyon jó tisztában lenned azzal is, hogy a tudatos elméd rendkívül okos, a tudattalan elméd pedig a legkülönbözőbb módon tanul, és megengedheted a tudattalan elmédnek, hogy elvégezze a munkát, mi alatt te békésen pihensz. Ebben a mély, ellazult, kellemes állapotban. És ez így van. Most megengedheted a tudattalan elmédnek, hogy előhozza a válaszokat, míg te egyre kellemesebben pihensz, és egyre ellazultabb állapotban merülsz bele ebbe a jó leső, békés, nyugodt állapotba. Engedd meg magadnak a következő perceket, és engedd meg a tudatalattidnak, hogy feldobja azokat a képeket, amelyekkel együtt fogunk tudni ma dolgozni, ahhoz, hogy végig tudjuk vinni a gyógyulást és azt az integrációt, amire itt és most szükséged van. Kérlek arra, hogy most jelenítsd meg magad előtt azokat a női én részeidet, azokat a fiatalabb énjeidet, akik a nőiességükben, női érzéseikben, női mi voltukban, szerepeikben, feladataikban, energiáikban megsérültek, és emiatt leváltak rólad. Ők mind ott helyezkednek el körülötted a térben. Ott van az energiájuk, és lehet, hogy sokuknak lesz arca. Látni fogod bennük a fiatalabb énjeidet. Látni fogod velük azokat a történeteket, helyzeteket, eseményeket, amelyekben az ő nőiességük sérült. De lesznek olyanok is, akiknek csak az energiája van jelen. Kérlek, hogy invitáld meg ebbe a térbe a női felmenőidet és őseidet, akik szintén sérültek az ő nőiességükben. Legyen most mindenki itt, ebben a térben körülötted. Kérlek, hogy hívd őket magadhoz közel, és most lásd, ahogy felsorakoznak körülötted, egy hatalmas nagy körben, és ott állnak ez a női kör, te ott ülsz a közepén, és már most látod, hogy mennyire megható
csodálatos élmény ez, ahogy újra látod őket. Már az önmagában felszabadít, hogy újra itt vannak veled, mert vele együtt jön az az érzés, hogy távol voltak eddig, hogy megfeledkeztünk róluk. De most itt van a lehetőség, hogy újra visszafogadjuk őket a szívünkbe, és őkettől mind boldogok. Oly régen vártak erre a lehetőségre, erre a pillanatra, hogy ismét veled lehessenek. És most már tudod, hogy ez egy csodálatos nap. Ezek csodálatos pillanatok, amelyre oly régen vártál, és vártak ők is már. Hogy ismét visszatérhessenek hozzád, ahová tartoznak mindannyian. És most, hogy mind ott vannak, látod, ahogy reményteljes szemekkel néznek rád, és tudják, hogy ez az a nap, amire olyan nagyon régen vártak. Most beszélni fogsz hozzájuk. Drága, fiatalabb énjeim, és drága őseim, szinte szavakat sem találok. Annyira boldog vagyok. Hogy újra láthatlak benneteket. És én szívből köszönöm a Teremtőnek ezt a lehetőséget, hogy ismét találkozhatunk most egymással. Abból a rendíthetetlen célból vagyok most itt, hogy feloldjak közöttünk mindent, amit eddig nem oldottunk fel egymás között. És hogy békét kössünk egymással. Szeretnélek benneteket visszafogadni a szívembe. Hálával és szeretettel. Én tudom, hogy mindannyiótoknak oly sok nehézségen kellett átmennie. Én tudom, hogy sokszor nagyon fájt, és rengeteg csalódás ért benneteket. Azt is tudom, hogy olykor annyira fájdalmas volt, amit megéltetek, hogy inkább leváltatok rólam, és nem vettem észre, hogy én ezt engedtem. Kérlek, bocsássatok meg nekem, amiért elutasítottalak, és cserbe hagytalak benneteket. Én is megbocsájtok nektek. Én
ezt önvédelemből tettem. Ti nem tettetek semmi rosszat, és nincs miért szégyenkeznetek. Mindannyian csodálatos és nagyszerű nők és lányok vagytok. És én tudom, hogy oly sok hiányzott nektek akkor, és ott abban a fájdalomban, amiért ti is elfordultatok tőlem. Kérlek, engedjétek el a bűntudatot és a szégyent. És éppen ezért én nagyon boldog vagyok itt és most. Hogy újra egyesülhetünk egymással. És én visszafogadhatlak benneteket az én szerető szívembe. Ti ott, abban a fájdalomban, amit átéltetek, a csalódás és az elutasítottság, és szívtörések miatt elutasítottatok magatoktól sok mindent. A női energiákat és a női részeiteket, az igazi szeretetet, a hovatartozást, a biztonságot, és elutasítottátok magatoktól azt a férfi mintát és azt a férfi energiát is, amit valójában megszerettetek volna élni. És emiatt ti dühösek és csalódottak voltatok. És leértékeltétek magatokat. De itt és most van az az idő, hogy ezen egyszer is mindenkorra változásokat eszközöljünk. Hogy visszafogadjátok magatokba azokat az erőforrásokat, amiket elutasítottatok. És hogy töröljétek azokat a hiedelmeket, amelyeket létrehoztatok. Önmagatok és a nőiességetek kapcsán. Ti most már mind tudjátok, hogy mindennek van egy magasabb tanítási célja, és szándéka. A nehéz tapasztalásokat is mi magunk
választjuk be az életbe. Mert ezzel tudunk a legjobban fejlődni. Ahogyan ezeket begyógyítjuk magunkban. És azért vagyok itt, hogy segítsek mind magamnak, mind nektek begyógyítani ezeket a fájó sebeket. Kérem a Teremtőt, hogy segítsen nekünk ebben. Kérem a Teremtőt, hogy semlegesítse, törölje, vegye vissza magához a fénybe azokat a rossz hiedelmeinket, amelyekkel meggátoltuk magunkban a női részeink szabad működését. Ti mindannyian nagyszerűek és csodálatosak vagytok. Érdemesek vagytok a női létre. Érdemesek vagytok a nőiség megélésére. És közvetítésére. Érdemesek vagytok az igazi szeretetre és boldogságra. Érdemesek vagytok arra, hogy tiszteljenek és elfogadjanak benneteket. Mindannyian nagyon fontos szereplői vagytok az életnek. Szükség van a női energiátokra, és most már biztonságban vagytok. Most már bátran megélhetitek. A harcnak már régen vége van. Eleget harcoltatok. Engedjétek meg magatoknak, a nőiségetek megélését. Legyetek büszke nők, mert a nő csodálatos, erős és páratlan. Legyetek erre mind büszkék. Hogy női testben lehettek, és fogadjátok vissza magatokban a női energiákat és a női szerepeket. Most már bátran rábízhatjátok magatokat a férfira, a Teremtőre és az életre. Védve vagytok, és biztonságban vagytok.
Most már bátran lehettek önmagatok. Isten ártatlan gyermekei vagytok, aki nagyon szeret titeket, és akinek nagyon fontosak vagytok. Kérlek benneteket, hogy bocsássatok meg önmagatoknak, bocsássatok meg a Teremtőnek, és bocsássatok meg a férfiaknak. Bocsássatok meg nekem is. Kérlek benneteket, hogy engedjétek el a bűntudatot. És a szégyent. Nincs miért szégyenkeznetek. És én most szeretnélek titeket visszafogadni az én szerető szívembe. Hogy mostantól fogva újra egyként éljünk tovább. És mostantól fogva bátran használjuk. És áramoltassuk a női, kreatív, teremtő erőnket. Kérlek benneteket, hogy engedjétek le a szívetek köré felhúzott falat. Engedjétek meg magatoknak a szeretetet. A közelséget. Hogy élvezhessétek az életet. Fogadjátok vissza magatokba a bizalmat. És minden olyan erőforrást, amit eddig elutasítottatok. Most már béke van. Most már az öröm és az ünneplés ideje érkezett el. És én végtelenül boldog vagyok, hogy újra együtt lehetek veletek. Békében és szeretetben. Hálás vagyok nektek a tanításért. És köszönök nektek mindent. És kérlek benneteket, hogy bocsássatok meg nekem. Amiért eddig nem figyeltem oda rátok. És elfordultam tőletek. Én is megbocsájtok nektek. A Teremtőnek, magamnak, ártatlanok vagytok. Én nagyon szeretlek benneteket.